Kedves nézőink, tegnap nyílott meg az Ajkai Városi Múzeumban Varga György amatőr festő kiállítása. A Mennyitón mi is ott jártunk. Kérem, tartsanak velünk! Ma nyílt a kiállításod itt a Városi Múzeum és Fotogalériában. Milyen képeket hoztál ide a kiállításra, illetve van-e tematikája, hogy milyen képekkel jelentkeztél? Hát őszintén bevallva, én nem vagyok egy nagy sorozatfestő. Teljesen kedvtelésből csinálom ezeket a képeket, amiket ide kiállítottam. És hát azt, amit ellenem ajándékoztam, vagy meg nem vettek tőlem, ami nagyon kevés, mert nem kereskedelmi céllal festem a képeimet, azok jóformán mind itt vannak. Van persze egy pár, ami rokonaimnál erre, arra meg több helyen van, aki vissza is adta, olyan kép is van. A legelső képem, ami látható, amit legelőször festettem, az itt a lépcsőn, ahogy megyünk le, az a Szentkép másolat, amit 1963-ban, még kirakat rendezőiskolás koromban festettem. Aztán nagyon sokáig csend, mert én a úgynevezett alkalmazott grafikát műveltem kirakatokba, kiállításokon, különböző installációkon és ilyen helyeken, és nem foglalkoztam én annyira festészettel, hanem aztán, amikor, ha jól emlékszem, 2003-ban édesapámról írtam egy könyvet, aki itt volt Padragon 50 évig tanító, az ő életéről írtam meg a falu kapcsolatáról egy könyvet, akkor annak a fedlapjára rajzoltam meg azt a bizonyos Csékuti tornyot, aminek mi a tövében laktunk. Én is ott laktam 18 évig, sőt, még amikor a templom állt, az a középkori katolikus templom, és kinyitottuk az ablakon a spalettát, és kinéztem, akkor ennek a templomnak a hátsó falait láttam. Azt ugye utána lebontották, maradt a torony, és az nekem a szerelmem lett. Az látható a képeimen is többfelé, a Csékuti címerbe is megpróbáltam visszahozni, és hát így alakultak az én dolgaim. És amikor azt meglátta a családom, hogy milyen lett, meg a közeli ismerőseim, barátaim, azok kezdtek el ösztönözni arra, hogy hát miért nem festesz, de a vállalkozás, meg a családi dolgok, azok hát ugye nagyon lefoglaltak, és nem foglalkoztam vele. Aztán, amikor több szabadidőm lett már nyugdíjasként, nem voltam benne annyira vállalkozásban se, akkor elkezdtem festeni. És őszintén bevallva, leginkább akkor festek, amikor valami bánatom, bajom, mérgem, idegességem van, akkor nekiülök, van, úgyhogy este 10 órakor, 11 órakor, éjfélig, 2-ig, 3-ig, akár, akkor aztán festek megszakadásig. És hát nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de hát lehet látni, itt azért van egy-két ilyen csendéletem, az utóbbi időben azokat festettem, és ahogy Mária az értékelésben elmondta, hát egyre inkább sokat dolgozok egy volt kirakatrendező barátomnak a példája után, fapáccal, fekete kávéval, teával és borral festek egy pár képet, azokat a barna alaptónusú képek, amik itt láthatók, azok ezzel a technikával készültek. De mondom, saját szórakoztatásomra, rokonaimnak, barátaimnak, ajándékba, arra készülnek a képek, nem kereskedelmi forgalomba. Ha valami címet kellene adni ennek a mai tárlatnak, akkor mi lenne az, hogyan tudnád összefoglalni, hogy mi az, amit ma láthat itt a közönség? Hát nem is tudom, mit lehetne erre válaszolni. Talán az, hogy itt vagyok, Ajka, újra itt vagyok, megérkeztem, nézzétek meg, én ezt tudom. Nem tudok, gondolkodtam rajta, hogy adjak-e neki címet, de hát milyen címet adjak? Nem tudom. Eljöttem nagy szeretettel, idehoztam a képeket, a Kultúrház, VMK fölkarolta, elfogadták, segítettek mindenben. Én megörülök neki, hogy ilyen sok ember eljött a kiállításomra.